az Erdély Városparancsnokság 1944-45-ös iratokból, a második között 2012-ben jelent meg a fondjegyzék, a Vajdaságban található A kiadvány bemutatóján a tanulmányok szerzői beszéltek a korszak sajátosságairól, amelyet feldolgoztak. Bukman Péter a magyar-jugoszláv állam és pártközi kapcsolatokat vizsgálta az 1945 és 56 közötti időszakban. 1948 egy fokozatos elmélyülésnek vagyunk a tanulmány, majd a szovjet-jugoszláv konfliktus kitörését követően nagyon gyorsan, drámai mértékben romlik meg a két ország közti viszony, mind a párt, és hát ez összefüggésben a korszakban elválaszthatóan az államközi kapcsolatok terén is, és majd 1953-at követően egy nagyon lassú, elhúzódó normalizálódási periódus veszi kezdetét, ami 1956-ig tart. A szakemberek szerint a korszak kutatása terén bőven van még tennivaló. Ami egy nagy szelet, az a jugoszláv korabeli iratoknak a felkutatása, ugye, amely ugyan elindult, de hát korán sincs azon a színvonalon. Se az itteni szerbiai kutatók nem foglalkoznak, én szerintem jelentőségéhez méltóan ezzel a kérdéssel. Másrészt a magyarországi kutatók is éppen hogy elkezdték ezeknek a jugoszláviai külügyi forrásoknak a közlését és feldolgozását. A Zentai Történelmi Levéltár már a sorozat következő kötetének kiadását tervezi. Próbáljuk folytatni a sorozatot, tehát mindenképpen időben is megpróbálunk tovább lépni, és egy kicsikét más jellegű köteteket, de van már tervünk 2018-ra és 9-re is. A fejezetek a Titói Jugoszlávia korai szakaszából című tanulmánykötet megjelenését a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatta.